NB1-es labdarúgó csapatunk jó kezdés után 3-2-re kikapott a cseh Slovan Liberec ellen felkészülési mérkőzésen. A találkozót második gólunk szerzője, Böde Dániel, valamint vezetőedzőnk Tomás Doll értékelte. 60 minuten, als wir Sajnos a mérkőzés 90 percig tart. Az első 60 percben azok a fiúk voltak a pályán, akikre bátran építhetünk a tavaszi szezonban. Mind védekezésben, mind támadásban jó teljesítményt nyújtottunk. Aztán sokat cseréltünk, és végül 3-2-re kikaptunk. Hát én úgy gondolom, hogy az első 60 percben mi uraltuk a játékot. Aztán kaptunk egy gólt 2-1, második gólna sajnos maximálisan benne voltam. Mondhatjuk azt is, hogy az éjjében rajtam ment, de attól függetlenül, hogy az SP korrigált, gyakorlatilag 11-est kaptunk. 2-2, ott még úgy gondolom mindenki az eset alatt adt, és utána a következő egy percben kaptunk még egy gólt, ami meg is pecsétett a sorsunkat. A második fél időben álltál be, és viszonylag gyorsan gólt is szereztél. Hogy emlékszel vissza a találatra? Hát egy szabadrúgás volt a javunkra, gyorsan elvégeztük, kitettük Amadunak, aki jól centerezett, és én nekem csak érkezni kellett. Összességében hogy érzed, hol tart most a csapat? Úgy gondolom, hogy ha jön a frissesség, akkor talán én se adok el egy ilyen butalabdát, vagy az SP-t nem hozom ilyen kellemetlen helyzetbe, és akkor nincs ez a szituáció, hogy ilyen mérkőzés megnyerünk 2-1-re. A meccsen látszott, hogy frissebbek vagyunk, mint 3 nappal ezelőtt, több az erő a játékunkban, egyre egységesebbek vagyunk. Oma nagyszerű gólt lőtt, remekül kezelte a labdát, a csapatba is egyre jobban beilleszkedik. Az eredmény ugyan nem volt jó, de ha csak az első 60 percet számítom, azzal elégedett vagyok. Keresd a Fradi termékeket online a shop.fradi.hu oldalon. Több mint 800 termék, egyedi mesztervező, a bajnokok ruhatára. Minden, ami Ferencváros. Fradi Shop, a bajnokok áruháza.